legjobban meghatározta a hálámat, vagy épp nem határozta meg a hálaadásomat. Sokan tudják, hogy óvodában dolgozom, és közben most főiskolára is járok, és hát elvileg már diplomás óvodai lennék, ha nem kellett volna csúsztatnom egy fél évet. És hát ez nagyon rosszul esett nekem, hogy minden vizsgám megvan, csak épp a szakdolgozat és az államvizsgát nem tudtam lerakni. És a munkahelyemen is támogatnak a tanulásommal, a főnököm már bejelentette, hogy amint megvan a diplomám, már mehetek egy másik óvodába dolgozni. És hát ez volt, ami legjobban mászott, hogy el kell mennem. Megszoktam ugye a munkatársaimat, nagyon szeret ott dolgozni, és egy kicsit az ismeretlentől mindig is féltem, hogy el kell menni a másik oldalba. És hát ugye ez nem következett be, mivel hogy nem végeztem idén. És hát sokáig nem is értettem, hogy miért kellett ennek így történnie, de most augusztus utolsó hetében fölmondott egy fiatal kolléganőm, aki családjával együtt elköltözött messzire, és így én most bekerültem, mint délutános óvodai abba a csoportba, és amellé a kolléga növelje, aki a mentorom is volt, és akivel a legeslegjobban szerettem is dolgozni, ha lehet ilyet mondani, mert tényleg igen tudom, kolléganőmet szerettem, de hogy ott lehetek, és hát elvileg mellette is maradhatok, ha végezni fogok. És kicsit az igehirdetésben is úgy megvizsgáltam magam, hogy nagyon én, amikor szomorú voltam, akkor hálát adtam, vagy énekeltem szomorúságomban,